Hetes Stúdió, a Klubrádió közéleti, politikai magazinja. És megbeszéljük a hét eseményeit R. Kiss Kornéliával, a Magyar Hang újságírójával, Horn Gabriellával, az Átlátszó munkatársával, és a mi Bolgár Györgyünkkel, Dési János vagyok. Megvan az inflációs adat, pénteken jött ki, bőven 11% fölött van, most már a nem is különösebben pesszimistább jóslatok is azt mondják, hogy lesz ez még 15-16 is, és az élelmiszerekre vonatkozó infláció adat az több mint 20% mutat, szóval elég brutális a pénzromlás mértéke. Mit gondoltok erről, és ennek a politikai hatásairól? Rosszul vagyunk tőle, szerintem mindannyian leginkább, illetve hát látható, hogy az Orbán kormány elkezdett kicsit az agarait visszább vette, legalábbis Brüsszellel szemben. Ennek hatására gondolom megijedtek ők is eléggé, hát nagyon nehéz látni, hogy mennek tönkre vállalkozások, jól menő vállalkozások, pékségek, menő cukrászdák, és gondolom az egy nagyon pici szűk kör, amit én látok, szerintem egészen ijesztő, és az is ijesztő, hogy ugye tudjuk, hogy egy korrupt rendszerben élünk, ahol nem mindig a szakmai felkészültség áll a döntések mögött, illetve a kinevezések mögött, és számomra ezért is ijesztő az, hogy amikor bajba kerül egy ország gazdasága, akkor esetleg nem a megfelelő döntések fognak születni, hanem inkább politikai megfontolásból időnként. Úgyhogy engem ez nagyon aggaszt. Hát arra gondolsz, gazdasági miniszter van egy jó pár, hát valamelyik csak okosabb, mint a többi. Igen, én attól félek, hogy kevés a szerénység, a politikai és szakmai szerénység az élen lévő a vezetőkben, és ezért esetleg elhamarkodó döntéseket fognak hozni. Hát elég rossznak tűnik a helyzet, bár én nem vagyok közgazdász, tehát egy hétköznapi emberként, vagy egy átlagos újságíróként látva, az ijeszt meg, hogy nem egyeztetve, nem megfontoltan fognak dönteni, és hát félelmetes a helyzet, ennyi. Nem beszélve a kilátásokról, hadd tegyem hozzá, ugye itt arról van szó, hogy a kormány állítása szerint, és nekem egyébként ezt közgazdász is megerősített szakért, hogy kb. 6%-ot fékez az infláción a benzinástop, meg az alapvető élelmiszerek árának a befogyasztása, de elsősorban nyilván a benzinástop, hogy egészen ijesztő belegondolni, hogy mennyi lenne az infláció, hogyha ezek az intézkedések nem lennének, illetve főleg abba ijesztő belegondolni, hogy ezek meddig tarthatóak vajon. És ugye ehhez képest Gulyás Gergely azt mondta a csütörtöki szokásos sajtótájékoztatón, hogy jól megy. Ha nem is dübörög, de jól megy a magyar, mélyben jól megy a magyar gazdaság, ami szintén ijesztő, ha ő ezt így gondolja. Hát ez nem biztos, hogy azt mondja, amit gondol mindig. Igen. Na, honnan veszed ezt? Egy politikus, ez szinte hihetetlen. Szóval ugye azt látjuk, hogy egyfelől azt mondják, amit gondolnak, azt gondolják, hogy ez egy háborús infláció. Vagy nem gondolják, csak mondják, nem tudom. De Orbán is elmondta egy beszédében, Gulyás is elismételte, és látható, hogy most már hetek, egy-két hónap óta rátaláltak a megfelelő szó összetételre. Ez az infláció háborús infláció. Mi tehát békét akarunk, mert ha béke van, minden van, mondotta Orbán Viktor, hát némileg kölcsönözve azt az egykori szlogent, ha áram van, minden van, de hát tulajdonképpen beleillik, ha energia van. Ez a Goero, tehát szovjet hatalom plusz áramosítás egyenlő kommunizmus? Igen, de hát ezt azért az MVM annak idején magyarította, és ha áram van, minden van. Úgyhogy a lényeg az, hogy háborús infláció. Ez igaz? Nem igaz. Az infláció 2021-ben már tavasszal elkezdett jelentősen erősödni Magyarországon. 2021 őszére már 7% fölé ment, aztán az év végére még magasabbra, még a háború előtti utolsó hónapban, ugye február végén robbant ki a háború, akkor már 8,3% volt. Magyarán ez az infláció Magyarországon jóval előbb megindult, mint amikor a háború, és ennek sok oka volt. Hát többek között az, hogy a kormány már korábban, évekkel korábban elkezdte önteni a pénzt a gazdaság ösztönzésére, és bár közgazdászok akkor is figyelmeztettek, hogy egyelőre jól megy a világgazdaság, egyelőre magától is működik a magyar gazdaság, nem kell újabb és újabb 1000 milliárdokat beletolni, mert túl fogják fűteni, ez volt a gazdasági szakszó hozzá. És ez jó, de a világ, ez nem magyar specialitás, hát azért elég sokfelé csinálták a világon, igen, hogy pénzt tettek a piacba. Ugye ez a bizonyos pandémia elleni védekezés, hogy öntsünk pénzt a fogyasztókra, főleg azokra, de hát nem mindig tudták megtenni ezt a megfelelő különbségtételt, hogy kikre öntsük, de Amerikában például Trump adott először talán $1500 mindenkinek, aztán Biden is adott, hogy ne essen vissza a fogyasztás, ne halljanak éhen az emberek. Nyugat-Európában általában azt találták ki, hogy azok, akik elvesztik az állásukat, azok ne veszítsék, vagy elveszítenék, azok mégis maradhassanak ott, és ezért a munkáltatóknak adtak támogatást, hogy ennyi és ennyi pénzt kapsz, hogy kiegészíts mondjuk 80%-ra az illető nem dolgozónak a jövedelmét. Ez működött hosszú hónapokon keresztül, tehát igen, megpróbálták valahogy életben tartani, működtetni a gazdaságot, és életben tartani az embereket. De amikor már jött ki a gazdaság, meg a gazdaságok ebből a pandémia okozta válságból, a magyar kormány egyre tovább nyomta ki a pénzt, és aztán ehhez még hozzájött az, hogy a múlt év második felében a választások miatt meg kellett tolni kicsit. Jött az extra nyugdíjprémium, ami nem lett volna olyan magas a szabályok szerint, mint amennyit adtak, de akkor rájöttek, még ez se lesz elég, meg kell ígérni talán egy második heti, 13. havi nyugdíj második hetének a folytatását, és akkor utána az év végén már Orbán Viktor azt mondta, lehet, hogy nem csak második heti, hanem mind a 4 hetet ki fogjuk tudni fizetni, így is lett. Jöttek az adóvisszatérítések, a nagy minimálbéremelés, a honvédelmi és ez a fegyverpénz a honvédségnek, rendőrségnek, és így tovább. Összességében 1300 milliárd forint. Ez olyan mértékű fogyasztás emelkedést idézett elő, persze mindenki örül annak, ha egy csomó pénzt kap, pláne ha ez 100 ezrekben mérhető, csak éppen a gazdaság nem bírja el. A Bokros Lajosnak tulajdonított bómó szerint, mikor a szakszervezetekkel jövedelem növekedésről tárgyaltak, azt mondták, hogy bármennyit emelhetünk, nincs az a jövedelem növekedés, amit én nem tudnék inflációval visszavenni. Hát igen, itt van, visszaveszik, a bevételek nem is olyan rosszak, éppen most jött ki egy ilyen költségvetési adat az elmúlt hónapról, és kiderült, hogy a költségvetési hiány most a legutóbb júniusban nem is volt olyan kirívóan magas, összességében ugyan már 3000 milliárd forintnál nagyobb, tehát a második fél évben még lenne 3000 milliárd költségvetési hiány, az azért nagyon húzós volna, de júniusban speciál nem, mert a bevételek nagy mértékben a tervezetnél jobban nőttek, például azért, mert az infláció miatt, hogyha sokat fogyasztunk, 27%-os áfa, ez növeli a bevételeket. Igen, egy részt vissza lehet venni, de az inflációval az a baj, hogy szinte megállíthatatlan, vagy nagyon-nagyon fájdalmas dolog ezt valahogyan leszorítani, mert mindenkinek beleépül a hát egyrészt a kényszerű gazdasági számításaiba, ha drágább az energia, ha drágábbak az árak, ha emiatt magasabb béreket kell fizetnem, ha egyáltalán mindenki hozzászokik ahhoz, hogy hónapról hónapra nőnek az árak, akkor nekem is emelnem kell, vagy én is emelek, ameddig tudok. Ha várakozás magas, akkor nagyon nehéz ezt visszaszorítani. Látjuk, tudjuk, hogy ez így volt a 90-es évek második felében is. Bocsánat, igen, csak azt akartam még hozzátenni, hogy és nagy kérdés, hogy a lakosság ezt meddig fogja bírni, mert ugye valóban az van, hogy nyilván az áfa bevételek nagyon jelentősek, és ezért, mint említetted is, a fogyasztást próbálja most is. Egyébként valószínűleg azzal is, hogy a jegybanki alapkamatot nem emeli, tehát hogy a hitelezés ne csökkenjen, gyakorlatilag a gyengén tartott forint most is. Már ezt is emelték, hát ugye 2%-kal ezen a héten. A 9,5. Úgyhogy nincs más hátra, tehát el kellett kezdeni emelni a jegybanki alapkamatot. Bár ugye most nem az alapkamatot emelték, hanem az 1 hetes betétet. Mind a kettőt. Én azt hiszem, nagyon mozgástér is lenne ebben, nem gondoljátok? Tehát, hogyha a forintnak a gyengülését... Tehát most már nem. Most már nem nagyon. De most még nem úgy van, hogy 13-án vagy mikor lesz. 13-án most júliusban lesz további döntése. Igen. Már miután a legutóbbi drámai kamat emelés után esett a forint árfolyama rögtön. Igen, nem, pár óráig javult, aztán visszatért ugyanoda. Gyorsan be kellett jelenteni, de a jövő héten is lesz, úgyhogy nyugalom. De ebből látszik, hogy a jegybanki kamat emelések, amelyek ugye végül is a kölcsönzést fogják vissza, hogy most akkor valaki be akar ruházni, be akar fektetni, valami fölvesz kölcsön, mert nincs a zsebében annyi készpénz, és akkor hát mit csinál? Egyre magasabb a kamat, nem veszem föl. De ez az átlagfogyasztóra is igaz, hát kéne egy lakást vennem, és akkor elmegyek a bankhoz, mennyiért is adsz kölcsönt? Hát most már ennyiért, ja nem, a jövő héten már annyiért, ja nem, akkor még többért, hát annyiért már nem tudok lakást venni, illetve nem fogom tudni a kölcsön kamatait visszafizetni, tehát inkább nem veszem föl. Ez mind-mind hozzátevődik ahhoz, hogy a gazdaság elkezd visszaesni, leállni. Ettől szűnhet meg, vagy csökkenhet legalábbis az infláció, hogyha csökken a kereslet. De csökkenhet például a foglalkoztatottak száma. Most nagyon jók vagyunk, most munkaerőhiány van. De ha az építőiparban egyre kevesebb a megrendelés, egyre kevesebb lakást építenek, ha egyre kevesebb beruházás történik, mert a vállalkozók is azt mondják, hát ilyen kamatok mellett nem tudok belefogni egy nagy építkezésbe, akkor el kell bocsátani munkaerőt. Szóval ez egy nagyon hosszú és fájdalmas dolog lesz. Az Orbán kormány jelentős részben hozzájárult ahhoz, hogy ez ennyire magas Magyarországon, és a Nemzeti Bank későn fogott hozzá ahhoz, hogy ezt az egészet megpróbálja mérsékelni, leállítani. Találtam egy nagyon tréfás Orbán Viktor interjút, még azokból az időkből, amikor adott interjút, ellenzékben volt 2008-ban, és irgalmatlanul neki ment az akkori kormánynak, hogy ami a forint árfolyamával van, az tűrhetetlen, és egyetlen egy megoldás van, ha lemond a miniszterelnök, mert különben kész vége van a forintnak az euróhoz képest. De hogy hívták akkor a miniszterelnököt? Hát most én nem ezt néztem meg, hogy hívták akkor a miniszterelnököt, hanem azt néztem meg, hogy mennyi volt akkor az EU-forint árfolyam, és azt hiszem, hogy 240 és 250, tehát 240-250 forint között mozgott, amikor a világ vége jött. Hát most 400, hát, ami 2010-es választások idején körülbelül 265 forint volt az euró forint árfolyam, most ugye már a 420 közelébe is került, most azért egy kicsit alacsonyabban van, és megnéztem, hogy a cseh korona, amelyik ugye Csehország szintén nem vezette be az eurót, hanem ragaszkodik a koronához, 2010 tavaszán gyakorlatilag ugyanannyi volt, kicsit még gyengébb is volt a cseh korona az euróhoz viszonyítva, mint most, tehát azóta valamennyit még erősödött is. Pedig Csehországot gyakorlatilag ugyanazok a nemzetközi gazdasági és politikai körülmények határozzák meg, csak a cseh gazdasági és pénzügyi politika sokkal határozottabb, sokkal kiszámíthatóbb, sokkal stabilabb. Igen, ezt több közgazdász is egyébként megemlítette az elmúlt napokban és hetekben, hogy arról van szó, hogy ez a politikai elképzelés, ami volt korábban, és ami az erős forinthoz kapcsolódott, ez megszűnt, és egy ellenkező elképzelés lépett a helyére, ami arról szól, hogy a forintot tartsuk gyengén, mert azzal támogatjuk az exportot, visszafogjuk az importot, stb. Stb. Igen, szóval... És ez túl jól sikerült ez a visszafogás. Igen. Valószínűleg még egy meggondolás volt ebben. Érdekes módon ezt nem annyira hangsúlyozzák a szakemberek sem, nem tudom miért. Ugye Orbánék azt nagyon jól érzékelték, hogy a magyar társadalom elégedetlen azzal, hogy alacsonyak a bérek, főleg az Európai Unió fejlettebb országaihoz viszonyítva. Nyilván ezt nem lehet behozni egyik pillanatról a másikra, de azt jól tudták és vették észre, hogy a magyar munkavállaló nem elégedett azzal, amivel a nyugat-európaiak mondjuk egy sztrájk után is Franciaországban sztrájk volt, és végül beleegyeztek egy 3%-os béremelésben. Magyarországon nincs olyan ágazat, amely pláne egy sztrájk után azt mondaná, hát jó, akkor sikerült 3%-os béremelést kiharcolnunk. Hiszen a sztrájk sincs. Ugye ez egy másik kérdés, igen. De itt nem a 3% nem menő, az 5% se nagyon. Itt nálunk körülbelül olyan 8-10-nél kezdődik, amire már az átlag munkavállaló azt mondja, hogy na, ezt már úgy valamennyire érzem, de hát sokszor 10 kell ahhoz, hogy érezzem, hogy mégse kell nyugatra mennem dolgozni. És ők rájöttek arra, hát ha évenként 3, esetleg 4%-kal gyengítem a forintot az euróhoz képest, akkor ez nem lesz olyan fájdalmas a munkaadóknak, főleg a nyugati munkaadóknak, ezt viszonylag könnyen észreveszik, lenyelik, miközben a magyar munkavállalót nem nagyon érdekli. Most mennyi is az euró-forint árfolyam, csak ha elmegy nyugatra mondjuk 2 hétre nyaralni. De különben, és azt mondják, hát látjátok, hát 10%-kal nőtt a fizetése, vagy 15-tel. Miközben valójában ez az elmúlt 12 évben jóval kevesebb volt összehasonlítva eurós árfolyamokkal. Hát főleg, hogyha az inflációt most hozzá veszed. Hát ez egy másik kérdés. Már pedig azt nem lehet megtenni, hogy ne vedd hozzá. De ezért az látszik, hogy mennyire tehetetlen a pénzügyi kormányzat a forint árfolyammal kapcsolatban, amiről az előbb érintőlegesen szóltunk, hogy kamatot emelnek, erre egy óra múlva megint romlik a forint árfolyama. Akkor mi marad? Most lehet, hogy egy picit javult, de hát nagyon kérdés, hogy ez meddig marad így. Nyilván fejben már mindenki nem csak, mert 400-al mondjuk egyszerű szorozni, de 4-10-zel és meg 4-20-al sem olyan nagyon bonyolult szólván. 4-50-nel sem lesz annyira. Na jó, ne folytasd, igen, tudod, volt ez a vicc, hogy valaki mutat egy 500 forintos, és azt mondja, hogy ez az új magyar 1 eurós. Szóval azért talán itt nem fogunk tartani. De addigra talán már nem is lesz 500 forintos. Na, mindegy, ne menjünk ilyen. Mit tudsz? Csak azt akartam mondani, hogy végül is miközben látjuk, hogy mi vezetett ehhez a magas magyar inflációhoz, ennek a megszelidítése, meg főleg az árfolyam romlás megállítása most már egy alapvetően politikai dologtól függ, amire Gabi is célzott, hogy az Európai Unióval meg kell állapodni, és úgy látszik, ezt a kormány is végre belátta. Eddig is tudták, csak keménykedtek a szokásukhoz híven, hogy hát, ha majd az Unió rájön arra, hogy az igaz utat mégis Orbán Viktor képviseli, hát nem, kiderül, hogy egy csomó követelésüket teljesítik, hogy ez elég lesz-e vagy sem, azt nem tudjuk, de a piacokat az nyugtatná meg, hogyha Magyarország elfogadná. Jó, az Unió ezt kívánja, ez kell ahhoz, hogy folyósítsák a támogatásokat, hát legyen. És egyébként a magyar társadalomnak, ha ezeket a követeléseket Orbánék valóban teljesítenék, és valóban átláthatóbb, tisztább, korrupciómentesebb, jogállamibb lenne a mindennapi élet, gazdaságtól politikáig mindenig bezárólag, az végeredményben jó lenne nekünk. Nem csak a pénz, hanem hogy valaki rákényszerítette ezt a kormányt, ezt a rezsimet arra, hogy tisztességesebben viselkedjen. Ez volna a dolog lényege. Egyébként ez napi szinten is tapasztalható némileg, legalábbis apró jelét láttam annyiban, hogy az én adatkéréseimre a miniszterelnökség nem szeret válaszolni, általában semmit, és most már harmadik alkalommal megtörtént, hogy ugyan 2 hónapig tartott, az egyiknél ott 4 hónap volt, az hosszabb volt egy kicsit, de 2 hónappal később kaptam választ, sőt, érdemi választ a második alkalommal, úgyhogy ez számomra újdonság volt. Euréka, és így van, igen. Úgyhogy mintha egy jogállamban lennék újságíró, meg lehetett írni ezt az újságcikket. Úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy lesz eredmény ennek a vitának, vagy ennek a brüsszeli nyomásnak. Örülök, hogy optimisták vagytok. Ugye 4 pontot ajánlott fel kompromisszumként a magyar kormány. Hát nekem egyik se tűnik olyan nagyon erősnek, sőt csupa olyannak, amivel hát jó, most kiszúrjuk ezeknek a szemét, aztán hello, minden megy tovább. Több pályázatnak kell indulni, meg a megszüntető korrupciós ügyekben a ügyészség megszüntető határozatával szemben lehet bírósághoz fordulni, meg az energiafüggetlenséget erősítjük. De hát ez mind olyan, hogy mert azt mondtam volna, jó, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor azt mondom, hogy jó, az már úgy valami, oké. És nyilván meg lehetne ezt nézni. Ez inkább úgy néz ki, hogy hát abban bízunk, hogy az Európai Uniónak is jobb, hogyha odaadja azt a pénzt Magyarországnak, és továbbra sem fogja nagyon érdekelni, ha ennek egy jó része elloppódik. Hát igen, ehhez a 4 ponthoz azért az ember mindenképp szerintem érdemes hozzátenni, hogy lássuk a részleteket. Tehát ugye egyelőre meglehetősen megfoghatatlanok ezek a megegyezési pontok, amiket itt felsoroltak. És hát igen, az is nagyon fontos egyébként, hogy ez az egész dolog hosszú távra kell, hogy szóljon, tehát most megegyeztek ebben a 4 pontban, kompromisszumot kötöttek, valószínűleg a helyreállítási alapforrásait előbb-utóbb talán megkapja Magyarország, de hát ugye az EU-val való viszony, ez egy hosszú távú viszony, és mint mondtad, ugye a befektetők bizalma szempontjából valószínűleg az is nagyon fontos, hogy az ezen kívül eső EU-s pénzeket majd, amik még a jövőben érkeznek, azokat megkapjuk el. Úgyhogy egy hosszú távú békét lenne talán érdemes kötni a kormánynak most a gazdasági stabilitás érdekében is. Ja, igen, bocsánat, lesz társadalmi vita is a törvényekről. Aha. Ja, igen, ez volt a negyedik. Társadalmi egyeztetés. És csökkentik az ilyen hirtelenkedő jogalkotás arányát, nem ez a hivatalos neve természetesen a veszélyhelyzeti jogalkotásnak. De ez jó szó, ezt megjegyzem, hirtelenkedő jogalkotás. És hogy elég dühösek az európai állampolgárok, tehát lehet hallani külföldi ismerősöktől Nyugat-Európában, hogy már hétköznapi szinten is szóba esik a magyar korrupció, hogy mi finanszírozzuk az korrupt Orbán rezsimet, így hát nyomás gyakorlódik azokra az európai parlamenti képviselőkre, akiket ők delegálnak. Tehát, hogy azért ez látszódik egyre erősebben, hogy nyilván a parlament, az Európai Parlament erősebben elegük van a képviselőknek abból, hogy mi folyik Magyarországon is, hogy egyre kevésbé tud a tanács ezek szerint ellenállni ennek, úgyhogy meglátjuk. Igen. Jó, megváltást azért ne várjunk attól, még ha Orbánék mindent hajlandók volnának is elfogadni, mert ez ugyan egy mondjuk látszólag is, meg tartalmilag is jelentős lépés, hogy hagyják abba ezt, hogy benyújtanak egy törvényjavaslatot kedd este, és szerdán megszavazzák. Nem, most már csütörtökön fogják. Nem, hát lesz társadalmi vita. Szerdán lesz társadalmi vita 7-től 7-15-ig. De mondd, hogy egy hónapig lesz, és megkérdeznek formálisan minden olyan szervezetet, intézményt, érintett társadalmi csoportot, amelyikre ez vonatkozna. Mondd, hogy egy hónapig lesz. És akkor egy hónappal később csinálják meg ugyanazt, esetleg ilyen-olyan ellenvetések és ellenérvek és ki tudja micsodák figyelembevétele nélkül, mert arra már nem kötelezi senki a kormányt, hogy vegye is figyelembe azt, amit a társadalmi viták során neki mondanak, meghallgattuk, szerintünk rossz. És egy hónap múlva fogadják el, tehát tartalmilag valószínűleg nem sikerül változtatni az Orbán rendszeren. Legfőjebb egy kicsikét nehézkesebben megy, vagy egy kicsivel több kerül nyilvánosságra arról, hogy milyen rossz. De Gyuri, szerintem a társadalmi vita, most már csak az a fias névfrontot szeretném látni ebben a felsorolásban, hogy a társadalmi vita mondjuk szabad sajtó nélkül már értelmezhetetlen fogalom. Ki, meg hol, meg honnan fogod tudni? Majd a magyar televízióból, amiben állítólag nem szerepel a hírekben, én ugyan nem nézem, de mindig vannak, akik figyelik az efféle dolgokat, hogy állítólag gyakorlatilag el se hangzott, hogy mi a forint árfolyama, hogy mélybe esett a forint. Erről az apróságról nem számoltak be. A legnagyobb Fidesz közeli portál az Origo, gyakorlatilag úgy jelent meg napokig, hogy az, hogy 417 forint az euró, nem volt benne. Hihetetlen. Tényleg minden marhaság benne van. Mekkorát lehetett volna ezzel soroshozni. Ja, és milyen hatalmas címeket lehetett volna. Már 417-nél tart a zuhanó forint. De nem, valahogy a szenzációra nem éhesek ezek a fiúk. Szóval azt akarom csak mondani, hogy ezek ugyan fontos kifogások az unió részéről, és Orbánék ezeket se akarták elfogadni, de most belátják, hogy nincs más út, mint ez. De azért ettől ez a rendszer, ez az egypártrendszer, amelyik alapvetően antidemokratikus, még működni fog. Egy kicsit nehézkesebben, egy kicsit jobban fognak bosszankodni, hogy már megint ezek is itt akadékoskodnak meg ott, de más nem lehet tenni. Hát ez van. Hát miért ne lehetne tenni? Nem adni pénzt, ugye ez az alternatíva, hát hogy ne adjanak sem. Vagy olyan feltételekhez kötni, amelyek már érdemi dolgot jelentenek. Mert ha mondjuk ezeket a feltételeket elfogadják, akkor az tényleg azt jelenti, hogy az Európai Uniót nem izgatja, hogy mi történik Magyarországon, ez a pénz bele van dobva, vigye haza Mészáros Lőrinc, ha akarja, minket nem érdekel, egyétek meg egymást, készen van. Jól tudom, a mostani válasz valamikor június végén küldött a kormányválasztó jogállamisági eljárás kapcsán, és ebben nagyon részletesen, tehát a kérdezőlevélben nagyon részletesen adószámokra lebontva kértek számon dolgokat az Unióból, az Európai Unióból, úgyhogy elképzelhető, hogy azért meg lesznek szorongatva kissé. Ugye könnyű ezek alól kibújni, mert azt mondják, hogy nem egy céget fogunk meghívni, ugye ez az egyik fő kifogás. Mészáros Lőrincnek több cége is van. Ez az, Mészáros Lőrincnek, vagy akkor most meghívják a Mészáros mellett a Garancsit is, meghívják a Tiborcot is, meghívják a negyediket is, és valahogy aztán a végén mégiscsak azok fognak győzni, akik közel állnak valamiért a kormányhoz. De ugye nem tudsz másképp közelíteni a dologhoz. Azt sem mondhatja az Európai Unió, hogy Mészáros Lőrinc többet ne kapjon semmiféle megbízást. Miért? Milyen alapon? Nem lehet ezt mondani. Ráadásul valószínűleg egy csomó iparágban az ő cégei a legnagyobbak már, mert szépen alá lett tolva a dolog. Igen, inkább csak az a meghökkentő, hogy hát ebben nyugodtan belemehettek volna fél évvel ezelőtt is, de mégis politikai okokból húzták, hogy lehessen rámutatni, hogy az ellenség, aki mindent ránk akar erőszakolni, és az egész csak a gendervita miatt most már kiderült, ugye még Navracsics is elismerte, hogy nem annak el semmi köze. Kereszténydemokrata már, és a kereszténydemokrata félig. Az egyik fele a kereszténydemokrata néppártban van, a másik fele a Fideszben. Mert tudod, két párttagsága is lehet egy valakinek, aki Fideszes vagy KDNP-s. De Gulyás ezt úgy tálalta, hogy nekik sikerült ketté választani ők a pénzügyeket és a genderügyeket, ha emlékeztek rá, úgyhogy ez nem az uniós szakemberek belátásában, hanem Ez furcsa lett volna azért, hogyha úgy tálalja, hogy ezt állítottuk, de valójában, mint minisztertársamtól is hallották, nem ez a helyzet. Tehát itt is győztek, tehát ez egy újabb győzelem volt ez is, hogy nekik sikerült. Még szerencsé, hogy kineveztünk valakit, akinek az a dolga, hogy az Unióval tárgyalni. Ja, most már tudjuk, hogy mit akarnak, eddig nem tudtuk. Hát ez volt, ez hangoztatnak, ugye, hogy homályosak a kifogások. Jó, szóval tényleg az az alapkérdés, hogy akkor az volna jó a magyar társadalomnak, hogyha végre egyszer és mindenkorra ellene intézve egy ilyen antidemokratikus társaság nem kaphat pénzt, és különben is menjen a fenébe. Nyilván zsigerből az ember azt mondja, tulajdonképpen ez volna az igazságos, hiszen más se tesznek, mint állandóan fúrják az Uniót. De hát másfelől jobb volna nekünk valahol az Unión kívül. Van élet ott is, tudjuk, csak rosszabb. Ugye itt azért mennek a magaslabdák, mintha ellenzék nem is lenne. Vagy biztos van valahol. De hát mi történik? Itt azért egy súlyos pénzügyi, gazdasági válságban van az ország, azért is kellene az ellenzék, hogy fölmutasson valami változatot, valami alternatívát. Ti láttatok ilyet mostanában? Én olyasmit látok, hogy nagyjából ugyanazt folytatják, amit korábban csináltak. Nyilván ezt tudják, erre van meg a megfelelő gondolkodásuk is, meg a megfelelő emberük. Mondjuk a legutóbbit látom, hogy a DK azt követeli, hogy minden nyugdíjasnak adjanak 100 000 forintot, mert a nyugdíjemelések elvesztették az értéküket. Hát lehet erre azt mondani, hogy ebben van igazság kétségtelenül, de ugyanakkor tudjuk azt is, hogy éppen most fognak kapni a jövő héten nyugdíjasok egy extra nyugdíjemelést, ami persze csak az inflációval való, még csak nem is teljes lépéstartást jelenti, megemelik 3,9%-kal, de azt is tudjuk, hogy novemberben ki fogják egészíteni az akkorra mért infláció és a mostani közti különbséggel. Tehát azt lehet mondani, hogy törvény szerint az Orbán kormány ezt megteszi, most elhisszük-e a KSH adatait, vagy sem, ez most mindegy, ebből a szempontból lépést tart az inflációval a nyugdíjak emelése. Ehhez képest miért tart lépést a 3,9%-a 15%-os inflációval? Hát nincs 15, még csak 11,7, de ez ugye 5, és meg a 3,9 az 8,9, a törvény szerint nem is kellene évközben, novemberig ki kellene várni, tehát akkor még nagyobb lenne, de még így is novemberben, ha akkor az lesz, hogy az év végéig mondjuk átlagosan 12% infláció várható, akkor még kapnak 3,1-et. Így kell ezt érteni, de azt akarom mondani, hogy a törvény szerint és korábbi kormányok alatt is ez így ment, és ebben nincs változás. Ehhez képest lehet azt mondani, hogy a nyugdíjasokat ez a kiugró élelmiszer áremelés, amíg legalább 30%-os, jobban sújtja, mert a jövedelmük, a nyugdíjuk nagyobb részét... Az alacsony jövedelműeket. Igen, de most maradjunk a nyugdíjasoknál, mert ugye nagyobb részét a jövedelmüknek költik élelmiszerekre, mint mondjuk az aktív dolgozók. Igen, biztos. Tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy a DK 100 000 forintot adjunk mindenkinek. Javaslata értelmes, igen. Csak ez nem egy igazi átfogó ellenzéki válasz arra, hogy mit kellene csinálni ebben a helyzetben. Oda kellene állni, és azt mondani, hogy azonnal megegyezni Brüsszellel. Nem csak azért, mert ez így tisztességes, így volna jó az országnak, hanem mert megmenteni az országot és a gazdaságot a még súlyosabb következményektől, és 3-4 ilyen dolgot kiválasztva, nem egyenként, nem külön pártközleményekben, hanem bár szétesőben az ellenzék azt mondani, a közlemény az nagyon mi így gondoljuk. A Lehel piacon ott álltak az emberek valamelyik nap, és olvasták mind a pártközleményeket, egyszerűen nem is megnézték meg, hogy megjött a krumpli. Így van. Hát a pártközlemény az... Ott rohadt meg a krumpli, mert megjött a pártközlemény, és senki nem ért rá. Valamelyik a sok gazdasági miniszteriális emberből azt mondta, hogy na, a közférában most nincs fizetésemelés, mert arra ugyan nincs pénz, meg különben is hát vissza kell fogni a költekezést. Gyuri már említette a nyugdíjasokat, itt vannak a pedagógusok, a rendőrök, és meglepő módon még az orvosok és meg az egészségügyi dolgozók is, ugye az orvosok kaptak azért egy viszonylag jelentősebb fizetésemelést, de hát sorba jönnek a hírek, hogy itt bezár egy szülészet, tessék visszatartani, mert most nyári szünet van, nem szülünk, ott a műtéteket kell elhalasztani, megint persze van ötlete a kormányzatnak, de ez majd a következő kérdés lesz, hogy el kell venni az önkormányzatoktól, amit még lehet, és akkor majd biztos jobb lesz a helyzet. De hogy miközben, és ez nyilván csak egy szimbolikus jelentőségű dolog, mondjuk ha a minisztereknek, vagy a miniszterelnöknek megemelik, vagy a házelnöknek a fizetését, ami a költségvetés egész szempontjából nem létező dolog, de mégiscsak egy gesztus, azt mondják a közszférában dolgozóknak, hogy ti meg így jártatok, miért nem lettetek miniszterelnökötök? Annyit értek, amennyitek van, vagy most már nincs. Elképedés mindig, tehát ez tényleg vérlázító szerintem egy ilyen helyzetben emelni, és most tudom, ez az arcátlanságot és magabiztosságot mutat a kormány részére, hogy ezt megmerték lépni, és talán még az is elhangzott az érvekben, ugye, hogy az európai hasonló pozíciójú politikai vezetők fizetéshez képest, de hát hol vannak a magyar más pozícióban dolgozó emberek fizetései az európai, szóval ez teljesen, szerintem ez elfogadhatatlan, de ugyanakkor tehetetlennek érzem magam ezzel kapcsolatban, szóval nem oké egyáltalán, akárhogy is picit étel, de úgy érzem, hogy arcul csapása azoknak a tömegeknek, akik én el sem tudom képzelni, hogy tehát több millió ember, fogalmam sincs, hogy hogyan fizetik ki a számláit a hónap végén. El tudom képzelni, hogy ez figyelem elterelés, teljesen el tudom képzelni, hiszen egyébként tényleg egy politikai szempontból irracionális dolog, azt gondolom. Szoktak ilyen jellegű hibákat csinálni, szokott a Fidesz ilyen jellegű hibákat csinálni, de azért azt gondolom, hogy ez túlságosan evidens pofon volt, amiben beleszaladtak, hogy egy ilyen helyzetben, ráadásul a duplájára, tehát ami így még úgy is hangzik, hogy az ember mindenféleképpen odafigyel rá. Nem gondolom, hogy ezt valamilyen más racionális megfontolás nélkül meglépték volna, mert tényleg annyira irracionális. Ha csak nem ez a hosszabbítsuk meg bicskéig mentalitás van benne ebben is, de én nem hiszem, szerintem biztos, hogy ez gondolom, hogy addig sem az inflációról beszélgetünk, vagy nem tudom, csak találgatok, de ez tényleg nem volt egy racionális dolog, azt gondolom. Hát ugye a tetőhöz kell még 60 pusztára, lehet, hogy most jön majd ősszel az eső, és akkor... Hát szerencsére az apukának volt elég rendes nyeresége a cégéből, amit kivett. Legrosszabb esetben kölcsönkér Mészáros Lőrinctől. Okay. Már azt nem hiszem, hogy ez figyelemelterelés lett volna, inkább azt hiszik, hogy hát nem. Tulajdonképpen Orbán Viktor egy teflon miniszterelnök, minden lekopik róla, szóval nem tapad hozzá, nem ragad oda, nem ég rá, semmi. Hát miért ne csinálni? Azt lehet belőle kihozni, hogy látjátok, eddig milyen olcsó volt a miniszterelnökünk, ilyen olcsó, megkaptátok a világ legjobb. A világ legjobb miniszterelnöke Boris Johnson saját szíves közlése szerint, nem Orbán. És ez volt a legkisebb hazugsága az összes közül, a többibe bukott bele, de érdekes, azért a hazug embert még Nagy-Britanniában előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Hát őt elég csúnyán. Már nem is először. Igen. Tulajdonképpen részletkérdés, csak olyan jellemző, az Atrium Színház, aminek ugye finanszírozási gondjai vannak, egy nagyon tréfás közleménnyel állt elő, azt írták, hogy az augusztus 20-ára tervezett minden idők legnagyobb és legdrágább tűzijátéka, amelyet 32 percesre terveznek, legyen csak 31 perces, és amit abban az egy percben megspórolnak, azt osszák ki a színházak között, és az összes független színház, amelyik bajban van, abból az egy percnyi spórolásból már tulajdonképpen egész jól lenne a következő hónapokban, években. Minden időkért, tehát legnagyobb, legdrágább tűzijátéka. Igen, és ugye tavaly már 15 milliárd volt, ezt mi írtuk meg. 15 milliárd volt, ez nagyon sok, akkor nem tudom, hogy 20 lesz. Na ez az, ami azt mutatja, és ez megint nem, vagy legalábbis a közvetlenül szerintem, vagy közvetetten figyelemelterelés, hogy majd rendezünk egy nagy ünnepségsorozatot, hatalmas tűzijátékkal, majd boldoggá tesszük a népet a cirkusszal, de azt valahogy úgy látszik, már nem képesek igazán felmérni, mint ahogy Orbán fizetésénél sem, hogy az emberek hirtelen más helyzetbe kerültek. Még az áprilisi választásokig elhitték, hogy minden jól megy, a gazdaság fantasztikusan teljesít, megengedhetjük magunknak ezt a sok-sok plusz pénzt, amit kaptunk, jó, rendben, de 2-3 hónap alatt kiderült, hogy nem. És az emberek elkezdik érezni, mert látják, hogy jé, ez ennyibe kerül, az annyiba kerül, hova lett az a pénz, amit kaptam. És ha ez így van, akkor kell nekünk egy ekkora tűzijáték? Kérdezi meg valószínűleg egyre több ember, de ők még mindig büszkén verik a mellüket, hogy ez lesz az legnagyobb európai, vagy a világ legnagyobb tűzijáték, mert azt hiszik, hogy ettől a büszkeségtől dagad a magyar ember kebben. Hát a kenyért és cirkuszt program azért sok száz vagy ezer év óta bejönni látszik általában. De ez nem biztos, hogy ez a pillanat. Az Élet és Irodalomban volt egy nagyon jó írás, nem a magyar helyzet kapcsán, hanem az ukrán háború kapcsán, de erre is vonatkoztatható. Joe Forgás, aki egyébként Forgács József magyar számzású, ausztrál szociálpszichológus, és ő azt írta, hogy ezek a törzsi szemlélet szerint kovácsolják össze ezek a dolgok. Akkor is, ha ez rossz nekünk, de összetartozunk és erősödik. És össze, erről van szó egyszerűen, hogy nem is törődnek azzal az emberek, hogy ennek milyen következményei vannak, hogy elszórunk 20 milliárdot mondjuk egy tűzijátékra, de egyfajta erkölcsi bizonyosságot, igazunk van, ez lesz erősebb, megmutatjuk, hogy milyenek vagyunk. Tehát valami ilyesmi lehet mögötte, én kezdem ezt érteni. Nem kinek van tűzijátékgyártó cége? Igen, hát arról már nem is beszélve, de már szerintem mindegy. Tulajdonképpen én ott, tehát ezek a dolgok már nem lehet, én úgy érzem, nem lehet a legutóbbi választás óta úgy kezelni, hogy na, megírjuk akkor, hogy kapott meg én 300-400 milliárd, megszoktuk. Már szemeserebben senkinek, igen. Persze, ezek ilyen közösségteremtő, közös ünnepet, ilyen még nagyobb ünnepet, mert mi még nagyobbak vagyunk. És ja, még az odáig rendben van, hogy ünnep, és legyen, jöjjön a guruló. De hogy a legnagyobbat. A gurulóturul és a koronauszon, a Dunán, és a mi van ennek hagyománya, legyen, hát most jó. Nem ez a probléma, hanem hogy demonstratíve valóban meg kell mutatni, hogy pénzidögivel. Igen, mert ezzel együtt lehet, hogy ez nem az a pillanat, amikor ez nagyon jól fog jönni Orbánéknak, de lehet, hogy észre sem vesszük, mert ahogy pár perccel ezelőtt utaltál rá, és hol van az ellenzék? Darabjai. Várjál, benézek az asztalon. Itt nincs, már itt nálad, ott sincs. Elég pont elférnék, hát elég nagy az asztalunk. Nem akkora nagy asztal, de elég nagy asztal. Ugye tudok még egy-két példát mondani, ugye a költségvetés módosításából az látszik, bár nem tudom, hogy mit számít, hogy mi van a költségvetésben, úgyis annyit módosítják, amennyit akarják, hogy nő a sportra és a kormány saját kommunikációjára fordítható összeg sok-sok 10 milliárddal. Az, hogy a titkosszolgálatokra és 50%-kal nő a pénz, azt mondjuk meg lehet magyarázni valóban az ukrajnai háborúval, ha tényleg arra költik, és nem feltétlenül arra, hogy újságírókat is, meg ügyvédeket, meg politikusokat figyeljenek meg a Pegasus programmal, akkor azért ez egy megmagyarázható dolog. Jó, azzal nincs mit kezdeni. De mondjuk a sport és a kormányzati kommunikáció most. Azt lehet csinálni. Most és mindörökké. Sajnos elkanyarodtunk a közalkalmazottaknak a helyzetétől, amit említettél az elején, de ez ide kapcsolódik, hogy igen, tehát, hogy valamennyi választás nyilván van abban a tekintetben, hogy mi az, amire költünk, és a másik meg sajnos az, hogy az egész régiónkra jellemző. Ezt akkor mondta nekem egy szakszervezeti tisztségviselő, amikor pont a pedagógus sztrájk volt, azt hiszem Horvátországban talán, meg nálunk is, hogy az első dolog, amihez hozzányúlnak, hogyha valamilyen válság van és megszorításra van szükség, az a humánszféra, illetve az, amit akkor is elhanyagolnak, a gazdasági növekedés van, és ez meg azt gondolom, hogy egy olyan törvényszerűség, amiből ki kellene és ki lehetne lépni. Hát Finnország például kilépett, ugye ismerjük, hogy az oktatási reformjuk közmondásosan sikeres, és ki is tudtak ezzel a dologgal ugrani. Tehát azt gondolom, hogy egyszerűen csak el kéne szakadni ettől a sztereotípiától, hogy a humánszféra az első, amit megszorítunk, és az utolsó, amit kikorrigálunk. Nyilván ott van sok ember, tehát ott a kis pénz és nagy pénz lesz a végén a költségvetés szempontjából persze. Hát ez az egyik szempont, a másik pedig az, hogy ha oda nem adnak pénzt, akkor lehet, hogy lesz egy kis elégedetlenség, de attól még nem fog csökkenni a gazdasági növekedés. Ha odaadnak nagyon sok pénzt, attól nem fog megnőni a gazdaság, és nem fog egyik évről a másikra 2-5%-kal fejlődni. Hát csak egy kicsit közepesebb és hosszabb távon lenne használat. Világos, ahhoz, hogy az oktatásba, egészségügybe befektessenek, ahhoz 10 évig folyamatosan, jelentősen több pénzt kell adni, és nem látod egyik évről a másikra az eredményét, vagyis ha 4 év múlva elmennek választani az emberek, azt mondják, hát még mindig milyen gyerekek jönnek ki az iskolából, még mindig nem tudják se ezt. Igen. de ugye nem látni a közvetlen eredményt, igen. És most egy kicsit jobban meggyógyultam, mint 4 évvel ezelőtt. Ez sem hát vannak, amit látsz, hogy a várólista mekkora, hogy leszakadt-e a csempe, hogy bezárálja a szülészet, amiről az előbb beszélünk, tehát azért vannak feltűnő jelenségek. És nem izgatták az embereket annyira idén áprilisban sem. Ez tehát politikailag szerintem jól érzékelik, más kérdés, hogy az ország szempontjából meg rosszul, mert igen, az országnak arra volna szüksége, hogyha ez stabilan, kiszámítható módon, hosszan megtervezve kormányváltásoktól függetlenül lenne egy olyan közmegegyezés a politikai életben, hogy erre és erre a területre folyamatosan többet és többet költünk. Lehet, hogy lesz egy kis változás irányban, oktatásban, egészségügyben, az egyik így szeretné, másik úgy, ezen nem veszünk össze, de alapjaiban ezt és ezt szeretnénk, és ezt finanszírozni is fogjuk. De ilyen nincsen, és nem is lesz. Csak egy párt lesz. Már olyan volt? Igen. Van. Vagy van. Bár ez az 1-2, mint Navracsics Tibortól megtudtuk. Aha, ja. Mondjuk az NDK-ban is azt hiszem több párt volt a régi időkben, sőt talán még a kommunista Lengyelországban is, tehát végül is ezeket az akadályokat meg lehet ugrani. Hogyha már a miniszterek jövedelméről volt szó, hogy a kormány tájékoztatón vagy mi a csodán megkérdezték az ott fellépő minisztert, hogy mit szól az, hogy az egyik kollégája osztalékból, méghozzá azt hiszem a kaszinókból, amik ugye koncepciós dolgok, valami több milliárdos hasznot húzott ki, szerényen, és azt a szellemes választ adta, hogy ezek már akkora nagyságrendű pénzek, amelyekkel rá ő fel se tud fogni, amit persze nyilván Wagner úrtól tanult, aki azt mondta, hogy fiam, nem mondja azt nekem, hogy $1000, mert az csak a számtan példámban van, mondja azt csak, hogy $10, mert azt tudom mennyi. De hát azért mégse ez a válasz, hogy most éppen miniszter, és majd utána mesélek rá erről egy kis anekdotát is nektek. Ugye, csak hogy utána? El tudom most is mondani, hogy Albániában a múlt héten nagy botrány tört ki, mert hogy egy sajtótájékoztatón egy újságíró kérdéssel provokált, a külügyminiszter asszonytól kérdezett valamit, és Edi Ráma miniszterelnök azt mondta, hogy maga pedig 3 hónapig nem jöhet kormányzati sajtótájékoztatóra, és tanulnia kell, hogy hogyan kell viselkednie, és hát persze zárójel, az ottani kollégák napokig, sőt még lehet, hogy most is tiltakoznak, és nagy botrány van belőle, és tüntetések a miniszterelnök hivatal előtt, szóval nem azt mondják, hogy hát ki lett tiltva, így járt, amint Magyarországon szokott lenni. Na és az volt a botrányos és provokáló kérdés, hogy Albániában a korrupció visszaszorítására hoztak egy etikai szabályt, egy törvényt, amely a miniszterekre úgy vonatkozik, hogy nem találkozhatnak üzletemberekkel 4 szem közt, csak úgy, hogyha 2 kormányzati köztisztviselő is tanúként ott van. Így azért nehezebb lezsírozni a dolgot, szerintem akkor se lehetetlen, de azért már mégis egy fokkal nehezebb, meg valami látványos dolog, hogy mi nem engedjük a korrupciót. És a kolléga azt kérdezte, hogy a külügyminiszter asszony ezek szerint a férjével rendszeresen csak tanúk előtt találkozik, mert hogy a férje az egyik legnagyobb idegenforgalomba beruházó üzletember, és hát Albániában elég nagy pénzt tesznek, állami pénzt is tesznek a turizmusba. Szóval megkérdezte, nem, először is van egy ilyen, Albániában van egy szabály a korrupció ellen, ezek szerint valamit kitaláltak, egy kolléga megkérdezi, és hogyha az egyébként szociáldemokrata miniszterelnök kitiltja, akkor ebből óriási botrány lesz. Én még jó 10 évvel ezelőttük egy napilapnál dolgoztam, és elkezdték kitiltani a parlamentből a kollégákat, és így felhívtam a többi újságnál, vagy internetesen lévő kollégáimat, hogy valamit csináljunk közösen. El tudjátok képzelni a válaszokat. De ezt nagyon kellemes hallani, hogy ezt mondod, János, mert ennek idén bennünket is elutasítgattak sajtótájékoztatókról, miniszterelnök és egyéb kormányzati sajtótájékoztatókról, és hiányoltam ezt egyébként, ha jól tudom, a Magyar Hangot is. Igen. És hogy én akkor nagyon hiányoltam ezt, és én akkor írtam is kollégáknak, hogy ti mehettek erre, nem, és hát nem nagyon volt reakció, úgyhogy legalább ez egy kicsit csökkenti azt az akkori rossz érzést, hogy ezt elmondtad. Arccal a vigyázó szemünket tiranára vessük. Szóval milliárdos osztalék állami koncessziókban. Hát azzal az a kellemetlen, hogy kiderült, hogy 2 nappal a kinevezése után vette fel az osztalékot, ha jól tudom, úgyhogy az eléggé kellemetlen helyzet. Aznap ért rá, hogy beugorjon a bankba. Hát biztos, igen, egészen biztos ilyesmi volt, úgyhogy mert ugye ez volt a kérdés, hogy akkor, ha előtte, akkor ez még oké lehet, hát így is meg fogja úszni. Nem hinném, hogy komolyabb következménye lenne Szalay-Bobrovniczky miniszternek. Meg önmagában is kellemetlen egyébként szerintem, tehát hogy ő nyilván ígéretet tett, hogy ezeket az összeférhetetlenséget megszünteti, legalább azt, hogy ezt nem tudjuk még, ha jól tudom, hogy teljesen megszüntette őket, de önmagában az, hogy az önmagában szerintem nem volna probléma, hogyha egy miniszter egyébként tehetős és az üzleti érdekeltségeiből gazdagodott meg, de hogy ő, mint mondtátok, jó részt, ha jól tudom, akkor teljesen nem vagyok tisztában vagyon összetételével, de jó részt koncessziókból. Hát ez a kaszinó, ez egyértelműen a másik nagy akvizíciója az a csehországi repülőgépgyár, amit óriási bankhitelből vett meg, nem a saját pénzéből. A bankhitelt nyilvánvalóan kormányhoz közeli banktól kapta, és talán a harmadik ez a Dunakeszi járműjavító, amiben érdekeltsége volt, ott se saját pénzből ment ez alapvetően. Nekem az a feltételezésem az ő esetében is, meg a többiekében is, hogy alapvetően így a kormány, az állam, a Fidesz finanszírozza meg az általa kiválasztott oligarchák magántulajdonosi belépését a piacra, odaadjuk neked, és aztán te majd visszaadod, vagy ha kell, ha kérjük, vagy azt csinálod vele, amit mi mondunk, és amire mi kérünk. Hát ez nyilvánvalóan kivesz magának egy ilyen repülőgépgyárat, aki tudja, hogy a kormány, az állam ezt mire akarja használni, és egy ilyen összejátszás kell, hogy legyen. És hogy a kaszinókat ki kapja, és mire, és mit csinál utána az osztalékkal, nyilván megmondják azt is. Te vehetsz magadnak remek öltönyöket, nem budjosodik a nadrág, nagyon szép anyagból van. Hát csak egy Telex cikkre, ami igazán jó indulatú volt a miniszterelnökkel szemben, mert tulajdonképpen arra futott ki, hogy valószínűleg itt a szabóval van a probléma, hogy tényleg, hogy ne Orbán Viktoron verjék el a port, hogy mennyire nem vigyáz arra, mert hogy... Mert nincs. Nem, de hát valószínűleg azt mondom, hogy ezen egy stylist, vagy szabó régebbi nevén mégiscsak könnyebben segíthetne, és adhatna tanácsot, tehát speciál nem Orbán Viktor hibája. A nadrágja szóval a legkevésbé. De a honvédelmi miniszter az fedhetetlenül elegáns, végül is Londonban volt nagykövet, tudja, hogy mit kell csinálni, például helikopterre szállni és elröpülni Szilvásváradra, hogy megtekintse a huszárokat, mert védeni kell a hazát, és a magyar huszár védi a legjobban a hazát és hát a legeredményesebben. Azért, hogyha belegondolsz, hogy egy viccújságban azt olvasod, hogy miközben Magyarország határain, egy szomszédos országban egy nagyon súlyos, véres és kegyetlen háború folyik, a honvédelmi miniszter helikopterrel megy huszárlovakat nézni. Igen. Jaj. Igen, hát hihetetlen tulajdonképpen, de látványpolitizálás folyik, és alapjában igen, és ezzel a látvánnyal vonják el a figyelmet, például akár arról is, hogy pénteken beszélünk, ma derült ki, hogy a magyar hadsereg főparancsnoka Ukrajnában járt, de nem egy magyar, egy hivatalosan bejelentett, a magyarok által bejelentett úton, hanem ez is az ukránoktól derült ki, persze tudhatták volna, hogy ki fog derülni. Biztos tudták, és esetleg a honvédségnek volt valami honlapja, amin valami rövid hír meg is jelent. Később meg is jelent, vagy aztán a Kijevi Magyar Követség tette közzé ezt. Mindegy, a dolog lényege az, hogy legalább elment. Ez egy fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ezt nem eltitkolni kell, hanem azt mondani, hogy látjátok, segítünk, még akár katonai egyeztetés is folyik kettőnk között. Többet teszünk. Lehet, de a látvány az, hogy huszárok. Huszárokkal önmagukban semmi baj, nincs, azok jól mutatnak. Nem lehet, hogy ez, hogy a magyar hadsereg vezetői, vagy honvédség vezetői, vagy mi ez most éppen elmennek Ukrajnába, és ott egy hosszabb utat tettek legalábbis a beszámoló szerint, tehát több helyre elmentek, frontvárosokba elmentek, olyan helyekre elmentek, ahol most már köztudomás, hogy az oroszok milyen kegyetlenül bántak el a polgári lakosokkal is, milyen rombolást végeztek. Tehát, hogy ilyen nagy út volt, de hogy ez az út is valahogy az Európai Unióval való barátkozás logikája illeszkedik. Hát tudom képzelni, igen, akár ezt is, igen. És azért hallgattak róla, mert az itteni kommunikáció meg annyira nem illik, ugye. Tehát, hogy azt gondolom, de hát ez is lehet, hogy nem szokás egy ilyet nagy dobra verni, nem tudom. Hát, de szokás, hát végül is a nyugati világ vezetői, meg még hozzá a nyugati világ keleti részének vezetői is, tehát lengyelek, szlovének, stb. Szlovák, csehek, románok. Miniszterelnök és államelnökbe utaztak. Amerikai védelmi miniszter, tehát be szokták ezt jelenteni. De azt mondom, végre egy pozitív dolog. Hát ez az első tulajdonképpen, ami azt jelzi, hogy legalább az üres dumán egy fokkal túlmennek, hogy lehet, hogy valamit tudunk segíteni, akár katonailag is. Csak ez szembe megy azzal az igazán hát ilyen népámító és erkölcstelen szövegen, hogy mi csak a békét akarjuk, és humanitárius segít, azt megadunk, de hát ha mi fegyverrel támogatnánk őket, akkor a kárpátaljai magyarokat tennénk ki veszélynek. Miért is? És hány kárpátaljai magyar maradt ott, és hány kényszerült elmenekülni éppen az orosz invázió miatt? Pontosan, igen. Hát igen. Másfél percünk maradt úgy nagyjából, sorra szűnnek meg a kormánypárt által kitartott médiumok, éppen a héten talán a nyomtatott Magyar Hírlap szűnt meg, én 4 vagy 5 jó évet töltöttem, ott nem ennél a lapnál, csak a címe volt azonos ezzel, a tartalma egész más volt, hiszen az egy igazi liberális lap volt, de hát itt látszik, hogy most a bulvárpiacon, a tévéken átrendeződés van, és a, hogy szokták mondani, hasznos idiótáknak most kicsit nehezebb lesz. Nagyon szomorú nagyon szomorúak ezek a fejlemények szerintem, mert az nyilvánvaló volt, hogy nagyon sokat költ a kormány ezekre a médiumokra, és nyilvánvaló volt, hogy itt is szükség lesz karcsúsításra. Amit szomorúnak találok ebben, hogy például a Magyar Hírlap esetében ez tök jó példa, egy állatorvosi ló, nagyon látszik az, hogy mi történik akkor, hogyha a médiát politikai vállalkozásként, befektetésként, presztízs termékként vásárolja és üzemelteti valaki, hát ugye ez történik, tehát hogy ha nem médiavállalkozást üzemeltet, hanem politikai vállalkozást, ha nem törekszik üzleti fenntarthatóságra, hogyha nem veszik komolyan azt, hogy ő médiát csinál, és nem pedig politikát, amire valószínűleg a politikától vár forrásokat, akkor ilyenek történnek sajnos. Tehát, hogy a Magyar Hírlap is ugye mondtad, hogy egy olyan újság volt, amit kedveltél, ahol szívesen dolgoztál, történt sok fordulat, és most mi a vége a történetnek? Hát akármit is gondolunk a mostani Magyar Hírlapról, az a vége, hogy egy újság megszűnt gyakorlatilag, mert alig hiszem, hogy egy print lapot azt újra lehetne csak úgy indítani. Tehát, nem is lehet, meg nem is érdemes valószínűleg. A példányszámáról se tudtunk, nyilván már erőteljesen lecsökkent. Valószínűleg nem volt egy nagy szám. Igen, tehát hogy így lett vége egy történetnek. Sajnos megint. És akkor még hozzávehetjük a korábban, most mindenféle idézőjel nélkül dicsőséges világgazdaságot, azért az a igen, magyar sajtótörténetben. Vagy a figyelő. A figyelő szintén egy alapos, még a kádári időkben is egy olyan lap volt, amelyikben lehetett azért az igazságról, vagy igazsághoz közeli abszolút dolgokról olvasni, hát még aztán, és hát ezek mind lényegében párt kiadványá váltak olyan időkben, amikor elvileg sajtószabadság kellene, hogy legyen, de nincs. De azért kis szigetekben még van sajtószabadság. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. R. Kiss Kornéliával, a Magyar Hang munkatársával, Horn Gabriellával, az Átlátszó újságírójával, Bolgár Györgyel és Dési János beszélgettem veletek. Szervusztok, viszontlátásra!